Kérdést kíván feltenni, amennyiben az ülésteremben tartózkodik. A függöny mögül is fölteheti kérdését, csak hallani nem fogjuk tudni. Tehát akkor Zagyva György Gyula képviselő úr, Jobbik, kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Miért nincs vizsgálat szigorúan titkos rendőrségi anyagok eltűnése ügyében címmel? Konrád Károly államtitkár úr fog válaszolni. Képviselő úr, elfogadom. Elfogadom. Nem kell elfogadni sem a választ, nem a választó személyét. Ebben a műfajban erre nincsen szükség. Akkor mindegy. De örülünk neki tulajdonképpen. Jönni a szó. Jó, hát, no. 2006-os október 25-i véres tömegosztatásról készült rendőrségi felvételeket 30 évre titkosították, és 2010-ben ezeket a felvételeket feloltották. A 2006-os ügyeket vizsgáló Országgyűlési Albizottság és a Balsai István kormánybiztos rendelkezésére bocsátották. A felvételeken látható dátumrögzítő állásából egyértelmű látszik, hogy a felvételeket megvágták, és a legfontosabb események, például a 2-es és a 3-as bevetési alosztály teljes anyaga hiányzik. Így sem Balsai István, sem az Országgyűlési Albizottság nem kapta meg az összes elkészült felvételt. Ezek a felvételek láthatóan hiányosak, melyek több óra időtartamot is kitesznek, többségük véletlenül épp a brutális rendőri intézkedések közben szakad meg, tehát teljesen egyértelműen látszik, hogy mondjuk a rendőr elindul egy intézkedésre, és snitt. És ez kb. 50-szer ismétlődik meg. Mi Gaudi országgyűlési képviselő kollégámmal feljelentést is tettünk ebben a kérdésben, illetve szeretnék utalni egy 2010-es azonnali kérdés adott válaszra, amit Pintér belügyminiszter úr adott Gaudi Nagy Tamás azonnali kérdésére, amiben szó szerint ezt mondja belügyminiszter úr, hogy ehhez a belügyminisztérium minden segítséget és támogatást meg fog adni, a segítség és a támogatás abban nyilvánul meg, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat teljes terjedelmében átadjuk a bizottságnak, átadjuk Balsai Istvánnak. De ez nem történt meg, mert a felvételek hiányosak, és kérdezem államtitkár urat, hogy ön szerint megengedhető-e, hogy a rendőrség hiányos felvételeket adjon át a Balsai Bizottságnak, illetve államtitkár úr, a felvételek nyilvánosságra kerülése óta indítottak-e belső vizsgálatot, ha eddig nem, akkor a továbbiakban kívánnak-e indítani belső vizsgálatot. Köszönöm. Konrád Károly államtitkár úr, 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az országgyűlésnek, a kormánynak, a belügyminisztériumnak, a rendőrségnek és valamennyi rendőrnek is az az érdeke, hogy a 2006-os őszi események rendőri beavatkozásai minden részletében ismerté váljanak. Ennek érdekében az Országos Rendőrfőkapitányság a rendelkezésére álló valamennyi ismert dokumentumot jegyzőkönyvezve átadta a szakértői munkacsoportoknak, egyben irodát és személyzetet is biztosított munkájuk eredményes teljesítése érdekében. Ezt követően sem a belügyminisztérium, sem a rendőrség önálló vizsgálatot nem folytatott, hisz valamennyi ismert dokumentumot a parlamenti bizottság és Barsai István miniszterelnöki megbízott úr rendelkezésére bocsátották. Amennyiben a mai határozatával az országgyűlés a kormányt felhatalmazza vizsgálatok lefolytatására, akkor azt teljesíteni fogja. Sajnos az eseményeket követően 4 esztendő állt rendelkezésre az előző szocialista kormánynak, hogy a dokumentumokat felülvizsgálja. Emiatt az irat és képanyagok teljességének kérdése az előző kormány felelőssége, ezt sem a belügyminisztérium, sem a jelenlegi rendőri vezetés nem tudja vállalni. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Amennyiben tehát ön olyan bizonyítékok birtokában van, amely az iratok szándékos megváltoztatására vagy megsemmisítésére utalnak, a nyomozásra illetékes ügyészség irányába hivatalos személyként feljelentést kell tennie. Megértettem, amit elmondott a kérdésében, hogy ezt a feljelentést megtette. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés!